Sziasztok, ez itt a Metal Sziget, én Fejes Holnék, és itt van velem Kristóf. Sziasztok, sziasztok! A mai podcastünkben a rockmaraton fogjuk kicsit kibeszélni. Tekintve, hogy a mai nappal, akkor így kitaláljátok, hogy mikor vettük fel a podcastet, megjelent az utolsó három név, és itt kezdhetjük egyből is ezzel, hogy három. What? Négyről volt szó, illetve öt kérdőjel volt, bár abból az volt az a mondás, hogy az egyik magyar lesz. De hogy hát végül három külföldi lett. Bár mondjuk szerintem azok nem akármilyen nevek, tehát a Munsoro, a Hypocrisy és a Cavalera az az elég nagy nevek, főleg a Munsoro, szerintem az nagyon jó választás volt. Igazából én most így hirtelen nem is tudnék jobbat mondani. Annál is inkább, mert hogy ugye nagyon, legalábbis ahogy én nézem a felhozatal, elég ilyen black fókuszú, és nagyon kevés a folk, és ez egy nagyon jó elegy. Ráadásul a Munsoro nagyon ritkán jön Magyarországra, és a black folk volt talán az egyik legjobb. Szóval gratulálok a szervezőknek, hogy ezt sikerült összehozni, nagyon jó választás volt. És akkor itt át is térhetünk arra, hogy az volt a mondás, ugyebár, hogy ez a 30. rockmaraton lesz minden idők legjobb rockmaratonja. Na most, ha valaki megnézi... Nem a mondás volt, ez az ígéret, bocs. Belét, hát a mondás kötök. Volt, igen, azt mondták korábban, tehát amikor éppen mondták és nem tudsz róla információt, azt ígéretnek hívjuk. Tehát az volt a mondás, vagy ígéret, hogy ez lesz minden idők legnagyobb rockmaratonja. Hát, ha összevetted a 20-assal, ami lett volna valóban minden idők legnagyobb rockmaratonja, hát szerintem ez közel sincs így. Én nem biztos, hogy ezekkel a bandák, ezzel a hárommal kezdtem volna, amivel kezdtél, de hát igazából ebből is, hát ki lehet, ilyen... ebből is ki lehet hozni. Mi történt ma? In medias res. Igen, ez a sztori a podcastnek április 18-a este, nagyjából 8:30 van, amikor ezt elkezdjük fölvenni. A lényeg, én amikor ugye kijöttek az új nevek, a új és utolsó nevek a maratonra, akkor én megnéztem a weboldalt, és akkor ott még az nem frissült rögtön, ott még egy pár órának el kellett telnie, és ott még úgy volt, hogy valóban öt kérdőjel, és akkor abból az ötből három lett a Munsoro, Hypocrisy, Cavalera, és elvileg úgy volt, hogy egy magyart cseréltünk, arra már nem emlékszem, hogy mit, de a Maledictionre cseréltük ki, és akkor úgy lett volna, hogy a Judas Priest előtt lett volna még valami a nagyszínpadon, azt hiszem, de azt végül technikai okoknál fogva értsd a zenekar kérésére, gondolom nagy showt akarnak, meg minden egyébként, én ezt egyáltalán nem bánom, de majd amikor eljutunk a szombati napra, mert hogy a Priest szombaton lesz, akkor ezzel kapcsolatban lesz egy pár keresetlen szavam, nem a Priestre, hanem van ott nekem egy pár furcsaság, de ne szaladjunk ennyire előre. Hogy arra is reflektáljak, amit mondtál, én nagyon-nagyon nehezen tudom behatárolni, most igazából ez most jobb lesz ez a maraton, vagy nem lesz jobb, mint ami a 2020-as lett volna, mert azért azt látni kell, hogy hát a Priest azért az nagyon megy, de egyébként én is úgy gondolom, hogy ilyen eléggé ilyen kicsit középszerű fölhozatalt sikerült csinálni. Szerintem ennek kettő oka van. Az egyik oka az, hogy hát valószínűleg a szervezés az szerintem, de igazából ezt ugye nem tudom, mert nem vagyok szervező, csak az alapján, amit a Facebookon láttunk, hogy mi októberben tették közzé, hogy lesz rockmaraton, vagy valahogy úgy az ősz közepén, ha jól emlékszem. Nekem szeptember émlik, de lehet, hogy október szeptember végén, tehát hogy addigra már a régi időkben régen tudtuk, hogy lesz rockmaraton. Tehát, hogy legalábbis 2018-ban és 9-ben, mert a 17-es után egyértelműnek látszott a 18-as, 19-es meg a 20-asnak a sorsa, csak a 20-asnak sajnos ugye útját állta a koronavírus járvány. Minden esetre akkor egyértelmű volt, és akkor amikor véget ért a fesztivál, akkor egy-két héten belül az aktuális, akkor lehetett már tudni, hogy jön majd a következő. Ettől függetlenül szerintem a 2020-as az ilyen egységesebb színvonalat képviselt volna, nem voltak olyan nagy kiugrások. Az átlag talán most is ilyen, egyébként most éppen Fejes a régi plakátot nézegeti, ami lett volna 20-ban, nekem megvan egyébként a 17-ig visszamenőleg az összes teljes felhozatal Excel fájlban. Lehetett volna annyi eszem, hogy elküldöm neked. Miért van ilyened? Ezeket te felíragatod? Vagy? Nekem 17-ig visszamenőleg minden megvan, ezeket felíragatom. Azért, mert ezeket már később nem lehet föllelni a neten, és nekem most konkrétan felbontásra van. Nincsen meg valahol egyébként? Na, amikor ezt elemeztük a Metal Szigetnél, akkor pont megtaláltam, de most rohadtul nem találom. Volt egy olyan, hogy már kijöttek az utolsó nevek, és akkor teljes headliners szét, és akkor még plusz 195 fellépő. Szerintem nézd a Facebook oldalon, hogyha még fönn van. Biztos leszették. Tehát ezt mondom, le van szedve. Na mindegy, most nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy szerintem a most
hasonló a színvonal, csak nagyon kiugró, ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy a műfajoknak az összetétele az nagyon fura, nagyon-nagyon nem olyan, nagyon nem olyannak hat, mint ami régen a maratonon volt. Ez elképzelhető a trendeknek, vagy a más, vagy részben más szervezőségnek az eredménye, vagy ennek a kettőnek az eredője, mert hogy, de nem akarok sokat pofázni erről, mert nagyon sok a modern metal, nagyon-nagyon sok, és eléggé nagy túlsúlyba kerül a régiekhez képest, és igazából olyan fura hatása van úgy nekem igazából. Hiába van az, hogy a plakát legtetején igazából olyasmi zenekarok vannak, amiket ismerek, de a második sorban ott tele van olyannal, ami ilyen, vagy ilyen modern metal, vagy igazából passz. És egyébként igen, Blackben van erősség, mert hogy régen a rockmaratonnak az is nagy erőssége volt, hogy amikor csak tudták, és általában meg tudták oldani régen, akkor tematikus napok voltak, mindig kettő műfaj ment párhuzamosan. Előfordult, hogy az ember rosszul járt, mert hogyha mondjuk valaki szereti a power metalt is, meg a death metalt is, vagy a black metalt, előfordult, hogy ezeket egy napra rakták, de most igazából csak a vasárnap, ami igazán jól tematikus, mert az félig black, félig hardcore punk, illetve lesz ott néhány kis magyar heavy metal is. No de, szerintem tematikusan elkezdhetjük a napokat kibeszélni, és a végén az ilyen egyéb meglátásainkat, például a sátorozásról is szót ejthetnénk majd, mert hogy arról még egyébként nincsen sok információnk, de az volt az ígéret, hogy majd tudni fogunk róla. Hát akkor még mondom egy pár szót nagy általánosságba, kezdjük ott, hogy nekem ma esett le. De akkor kezdhetjük az általánosságokkal is igazából. De mindegy, tehát én azért egy pár általánossága kezdeném, tehát hogy a régiekhez képest mi az, ami más, legalábbis nekem így első ránézésre. Akkor én nézegettem korábban a felhozatalat, észrevettem, hogy sokkal kevesebb van, mint korábban. Mondom, a 20-asban az volt, hogy a teljes headliner szett, és akkor oda volt mellé rakni plusz 195 banda. Na most szerintem ott olyan 250 banda körül lehet, most meg nincs 100. Ugye az volt a mondás, hogy lesz 30, most lehet 23 vagy 4 külföldi. Mármint, hogy lesz 30 külföldi és 60 magyar, és akkor kijön a 90-es szám, és akkor szépen lehet számmisztikázni a 3-assal meg a 30-assal. Hát ez nem nagyon jött össze. De hogy ami egyből feltűnt, vagy nem egyből, de hogy ma tűnt fel, hogy most esett le, hogy csak 4 nap lesz. Tehát, hogy korábban ugye 5 napos volt, most meg 4, ráadásul azt hiszem egyel, vagy kettővel kevesebb színpad is van. Tehát ez ilyen pici, ilyen sátor színpadot csinálják, azok hiányoznak. A 19-eshez képest egyel kevesebb, viszont 17-ben ugyanennyi volt, 18-ban nem emlékszem. Tehát egy sátor, két nagy színpad. 17-ben is így volt, 19-ben viszont 2-2. És ami meg változás az, hogy el lett tolva az egész egy nappal. Ezt egyébként a Feketeza is csinálja, sőt, nekünk egyébként az első ilyen fura meglepetés, amikor Erdélyben mentünk Ártmániára, jött az alap, tehát jött vasárnap is koncertnap, meg most egyébként a Rockstadt Fesztiválon is azt hiszem vasárnap is van, tehát ez valami és tavaly is volt. Trend. Vagy és tavaly is volt. Mert ez régen szerintem külföldön sői volt, de mostanában már az a trend, hogy vasárnap is, nem tudom, hogy ez... Hát valószínűleg ez azért van, mert akkor így plusz egy napja van a szervezőségnek, én arra gondolok. Akkor eddig miért nem? Na mindegy, tehát ez nekem fura volt. De jó, legyen így. Elmetek, az is volt ígéret, mondás, most abban nem tudom, hogy mi lesz, hogy úgy van, hogy vasárnap az utolsó nap, de hétfőn még ott lesz a fesztivál, és akkor ott lehet még hesszelni. Tehát kvázi ilyen, azt te is írtad, hogy ilyen inverz nulladik nap, csak azzal a különbsége, hogy itt a plusz egy napot, azt még úgy infrastruktúrával is megtolják, mert ugye mondjuk régen is úgy volt, hogy volt egy nulladik nap, meg volt egy mínusz egyedik nap, amikor oda mentek a népek, azt úgy el voltak. Na mindegy, szóval itt van egy ilyen plusz egyedik nap, vagy lesz, vagy nem biztos, hogy lesz, ahogy nem igazán tudom, hogy mi van. És hogyha már ez itt szóba került, akkor beszéljünk egy kicsit erről a hát profinak egyáltalán nem tűnő marketing tevékenységről, amit a Rock Marathon művelt. Amit én nem igazán tudok hova tenni, illetve van egy elképzelésem, hogy nehéz újból elkezdeni szervezni a fesztivált. Mondanám, ha nem lenne mögöttük a Barba Negra, ami elméletileg egy professzionális szervezőcég. Ugyan már. Igen. Én a Barba Negrában nagyon nem szeretem azt, amikor 2 nappal a koncert előtt derül ki a menetrend. Ezt miért nem lehet kiírni? Hetek egy-két héttel előtte. Én most nagyon nem akarom véghalára ejteni a nagyon negatív inverzióimat a Barba Negrával kapcsolatban. Én ezt egy ilyen nagy pénzlehúzó monopól intézmény rendszernek tekintem, és csak negatív tapasztalataim vannak róla. Hát valószínűleg már nem lesz a szponzorunk, de ezt valahogy megpróbálom túlélni. De alapból a Barba Negrás koncertek is kb. Úgy szoktak kinézni, hogy rohadrága, túlárazott, kevés vizet sör, kevés a pultos, általában a hangosítás is szar szokott lenni.
És az egész tényleg arról szól, hogy mennyibe bassza egy csomó pénzt a szúzza picsába. Nekem legalábbis mindig ez volt az élményem a Barba Negrával kapcsolatban. Bocsi srácok, de nem tudok jót mondani. És így eléggé van egy rossz előérzetem, hogy az, abban bízok egyébként, hogy a Varga Zoli ezt valamennyire féken tartja, és nem egy nagy ilyen összparaszt lehúzás lesz az egész. Pozitívat is mondjak, nekem az első meglepetés az a jegyár volt. Én valamilyen 50-60 ezerre számítottam, mondjuk így a felhozatal tekintve, így most már értem, hogy miért ennyi lett. Mert ugye akkor még az volt a marketing, hogy ez minden idők legnagyobb rockmaratonja lesz, stb. Gondolom ez azért van, azért kell ezt így mondani, mert hogy a fellépőknek egyébként a külföldieknek az átlagos szintje, az átlagos, az talán egy kicsit nagyobb. Tehát, hogyha megnézed, de lehet, hogy csak a Priest akarja fölhúzni, nem tudom. Egyébként, hogyha valamivel be akarják tömni a pofámat, akkor jól csinálják, mert Judas Priest-t be lehet, tehát azért ezt ne tagadjuk el, hogy bravo, tehát az jó, tehát ez szép volt, fiúk. Tehát, hogyha valamit, tehát hogy kevesebb banda van, kevesebb nap, stb., akkor ez egy megfelelő ellensúlyozás tud lenni a Judas Priest. Tehát ezt ne tagadjuk el tőlük, hogy ezt szépen összehozták. Én azért bízom abban, hogy most ez valóban egy nehéz indulás volt, és hogy elég jó lesz ahhoz, hogy egy kicsit visszatudjunk majd térni a régi mederbe, mert szerintem az a 200 zenekaros felhozatal az igenis életképes, és nem vagyok benne biztos, hogy ez a 10.000 fős napi limit, ez életképes lesz meg jó. És akkor most elmondom az elején, akkor, hogyha már ezt így elkezdtem mondani. Gyerekek, a 2019-es rockmaraton az azt hiszem 7.000 főre volt maximalizálva. És teltház volt a, hát nem Pantera, hanem a Phil Anselmo and the Illegals, és akkor ők Pantera setlisttel érkeztek. Ami megjegyzem, kurva jó volt. Én jól átaludtam, de minden esetre azért az ment, és ott teltház volt, 7000 embere, de legyen 5, nem tudom sajnos, én 7000-re emlékszem. A 2020-asat már 5000 főre akarták normálni, és csak egyszer volt 10.000 fős rendezvényük, a Megadeth-es hírhet botrány alkalmával. Na most a Priest-ben szerintem sokkal jobban meg lehet bízni, mint Fastain-ben, és remélhetően nem lesz probléma, azt ígérték, és az ő érdekük is, hogy sokkal komolyabban kiépítik a zenekari struktúrát is gondolom, meg hogy infrastruktúrát, meg a bekötő utakat, meg mit tudom én, azon se lepődnék meg, ha újra aszfaltoznának saját jazzből, vagy bármi. Lett volna is hír pár éve előtt azt a részt, hogy faszán megcsinálták. Igen, és akkor azt akarom ebből az egészből kihozni, hogy a Judas Priest-tel lényegében párhuzamosan semmi nem lesz semmilyen színpadon, tehát ott lesz 10.000 ember, mert hogy közel leszünk a teltházhoz szerintem, ott lesz közel 10.000 ember, és mindenki azon az egy színpadon lesz. Illetve mert hogy azt hiszem nincsen vele semmi szimultán, de nincs. Most nézem a setlistet, mert én csináltam. Hát egy kicsit belelóg talán az Evil Invaders, de egyébként semmi nincsen vele párhuzamosan, de tényleg úgy csinálták meg, hogy gondolom az erőforrásaikat is oda fogják összpontosítani, hogy tényleg mindenki ott legyen a Judas Priest koncertjén, és ez szerintem két okból kifolyólag sem szerencsés. Egyik oldalról, akit nem érdekel, így most kényszeredett helyzetéből kifolyólag, az is valószínűleg ott lesz, mert hogy nem tudja azt mondani, hogy hát érdekel valami HC Punk, vagy egy black metal, vagy egy akármilyen más banda, és mivel az érdekel, inkább megnézem azt, hanem mivel nem lesz mit nézni, oda fog menni a Priestnek a koncertjére, egyrészt. Másik oldalról meg, hát el is kell bírni azt a nagy embertömeget egyaránt fesztivál oldalról, egyaránt a mi oldalunkról. Tehát tényleg az lesz, hogy ott fogunk konkrétan nyomorogni 10.000-en, ott a Szalki-szigeten nagyjából egy helyen, és várni fogjuk a Priestet. És szerintem ez nem szerencsés, mindig jobb egy kicsit a erőforrás megosztás, a dividend imperial, amit tudom, hogy nem erre van egyébként kitalálva, de hogy az Ozd meg és uralkodj, az egyébként szerintem... Ozd meg és koncertez. Ozd meg több koncertre, és jobban ki fog jönni az egész. Tehát, hogy én ezt nem nagyon értem, nekem ez egy eléggé nagy ilyen agyfasz, hogyha mondhatok ilyet. Na de mindegy, én bízom benne, hogy jó lesz, bár nekem valahogy van egy rossz megérzésem, de bízom benne, hogy jó lesz. Igazából, hogyha a hangosítás rendben van, én úgy gondolom, hogy a zenekarok ki fognak tenni magukért, hogyha a hangosítás rendben lesz, akkor igazából annyira nagyon koncert oldalról nem mehet félre. Ettől még lehet a sör drága, vizezett, húgymeleg, borsodi, meg a tömény
megfizethetetlenül drága, a kaja hideg, vagy sótlan, vagy túlerős. Erről nem tudom még nyilatkozni, csak a Barban Agrából indulunk ki. A sátortábor, nem tudom, koszos, a WC összeszart, és a víz az usolóban jéghideg, vagy tűzforró. Ezek nem hiszem, hogy egyébként, mert ennek nincs köze, úgymond a... De... Tehát ez a helyszíntől függ. De ettől függetlenül gondolom, hogy ez hozható lesz. Szóval én összességében azért bízom benne, hogy rendben lesz, nem akarok nagyon negatív képet festeni róla, mert igazából bizakodó vagyok. Hát én sem, főleg azért, mert hogy ezek az infrastruktúrális problémák, szerintem, hogyha valami menni fog, az ez, tehát hogy ez szerintem rutinból nekik menni fog. Én nem mondom, nem ettől parázok, hanem a tényleg az, hogy így rá leszel kényszerítve, hogy drágán vegyél szart. Én nekem ez a problémám, szerintem így az infrastruktúrával alapvetően nem lesz baj. Egyébként meg a Priest kapcsán, ott majd lehet csinálni fasz a promó fotókat a fesztiválról a későbbiekből, hogy mennyien voltak. Na és még visszatérve egy kicsit a marketingre, hát nem igazán sikerült tartaniuk azokat a dolgokat, amiket így előre bejelentenek. Tehát ugye kezdődött azzal, hogy lesz ilyen adventi kalendárium szerűség. Hát ez nem lett, tehát nem hetente jelentettek be formációkat. Aztán jött később a mondás, hogy azt hiszem február vagy március végéig mindig a következő hónapra. Igen, hogy minden zenekar be lesz jelentve, ez se jött össze. 30 zenekar lesz, nem. Jó, ha nem lesz 30, de lesz még 4 külföldi. Hát nem lett 4, de 3, de legalább azt az egy ütközést, ami nagyon para volt, ezt kiküszöböltük, ugye a Distraction és az Accept ütközött volna. Tehát ez... Jó, én ezt annak tudom be, hogy tényleg nehéz újraindítani egy ekkora fesztivált. Illetve, amit még Kristóf mondani akart, vagy nem mondani, bocs, nem azt akarom megmondani, mit akartam mondani, de hogy ma említette, hogy tényleg így régen sokkal rendszerezettebb volt a különböző zenekarok egymástán következés, most meg egy kicsit ilyen hektikus az egész. Tehát, hogy így össze-vissza egyaránt lépnek fel. Egyaránt időpontban, egyaránt műfajban. A műfajt még az ember valahogy lenyeli, de egy csomó olyan zenekar ütközés lesz, ami egyébként érdekelne. És hogyha már műfaj... Hát én néhol azt éreztem, hogy amikor összepakolták a setlistet, hát végülis fellépő listet, hogy egyrészt mennek arra, hogy tehát egy kicsit biztosra mennek, tehát ilyen nevekre, hogy Storm, Beast in Black, tehát meg Distraction, tehát amik biztos hozzák a neveket, meg viszonylag úgymond már voltak rockmaratonon, mert egyébként nagyon sok olyan formáció van, mondjuk rockmaratonon elég nehéz olyat találni, ami még nem volt rajta, ez igaz, de például az Storm az elég sűrű, vagy azt hiszem elég sűrűn volt, meg kicsit tényleg olyan, mintha ilyen multidéző lenne, hogy olyan neveket hoztak, ami lett volna 20-ban, vagy nem olyan sokkal előtte volt, tehát olyan nagy probléma biztos nem lesz velük. Illetve ami érdekes, hogy ugye az volt a, hát nem volt ez mondás, de úgy félig meddig így lehetett következtetni, hogy a Punkot azt kiszervezik a Toxic Weekendre, aminek ugye ugyanúgy Vargazoliék a szervezői, és itt jött 4 HC band, amit nem igazán tudtam hova tenni, hogy igazából elfér, csak így. Azon én is csak néztem, de határozottan kevesebb lett a Punk és a HC, viszont nem az történt, amire mindannyian számítottunk, hogy részben vagy teljesen eliminálják, és akkor helyette az a maradék stíluskavalkádot így kiszélesítik, tudod, mindent földúzasztanak annyira, hogy 100% kijöjjön, hanem inkább kicsit modernebb cuccokkal pótolták az én megérzésem szerint. És igen, valóban ilyen biztonsági játék. Amivel önmagában nincsen probléma, csak... Én ezt nem is rovom fel nekik, mert újraindul a fesztivál, csinálják is, persze. Semmi nincs egy ilyen Stormal, vagy egy ilyen Morphissa. A 17-es is egy biztonsági játék volt, és noha nekem az az első rockmaratonom, szerintem nagyon korrekt kis fesztivál volt. Nekem az egyik legjobb fesztivál élményem. Igazából szerintem a második, a 19-es volt csak jobb. Igen, na és még, hogyha már itt beszélgetünk az összetételről, mi az, ami nem lesz? Hát a folk az nagyon kipusztult, de úgy, hát hogyha nagyon csínyán nézzük, akkor lesz egy darjáda, de hogyha így fel... Hát meg a munszoró. Hát a munszoró, igen, de ez inkább folk black, tehát azért mondom, hogyha nagyon csínyán nézzük, hogy folk, akkor az a darjáda, a munszoró az inkább ilyen folk black, de igen, azt is folk metának sorolja. De remélem, hogy vágod egyébként, hogy hivatalosan az Airstorm meg az Amorphis is folk metalnak számít. Ezt akartam mondani, ha befejezhetem a mondatot. Tehát, hogy így csutkán folkból egy lesz a darjáda, aztán amilyen félig folk, félig black az a Munszoró, aztán az Airstormot is azért nagyjából ide csaphatjuk, bár ez ilyen power folk valami, az Amorphis-t is, bár én ezt valami progresszív valaminek nyomnám, illetve mondjuk akkor még a Paddy-t ide hozhatjuk, ami meg ilyen írpánk. Tehát, hogy ilyen vegytiszta folk az nem nagyon van. Tehát ez így kipusztult. Hát két magyar, igen, és ugye a Pedi is. Ez igen. Nekem is szívfájdalmam, nyilván mi ezt azért emlegetjük, mert nekünk ez a kedvenc műfajunk, de egyébként nagyon beleállt a földbe. Még a Covid-ig
úgy tartotta magát a folk metal, de azóta teljesen beleállt a földbe. Mondjuk most, hogy a Monster úgy aktívkodik, azért remélem, hogy még egy albumot ki tudnak préselni magukból szorváliék, mert rég volt már 2016, de, de azzal is beérem, hogyha láthatom őket. Nem 7-ben jött ki ez az album? Nem, 16-os a Jumalten Aika. Mostanában gyakran pörgött nálam. Ó, meg egyébként magyarból is azért lehetett volna hívni egy Ramproofot, Killfingert, tehát nem tudom hol vannak, tehát szerintem elfértek volna. Annál is inkább, és akkor szerintem tekeredjünk rá a napokra. Na igen, most már tényleg már itt elpofázzuk az időt. Most itt továbbra is az általánosságokban maradva, hogy érdekes, hogy ezt egyébként külföldi nagy fesztiváloknál még úgy elfogadom, de hogy itt miért kell 11-től zenekaroknak játszani? Tehát mondjuk a pénteki, meg szombati, meg vasárnapi nap. Tehát... Ennyire kevés, úgymond kevés, már csúnyán mondva kevés fellépő, tehát nagyjából 90 fellépő, 4 nap és összvisz 3 színpad esetén én sem értem, pláne, hogy elég kicsi a fesztivál terület. Meg igazából akadnak lyukak is egyébként. Akadnak, igen. Tehát, hogy igazából, de az ritka. Meg az általában a Priest miatt van, vagy nem tudom igazából. Hát érted, csak a Priestnek a színpad az konkrétan hótüres szombaton. Igen, de az a Priest miatt van. Hát még egész nap pakolják ott a cuccot. Basz, de Harley Davidsonnal föl kell hajtani. Igen, sokáig tartod fölrakni. Egyébként azt hiszem 10-kor vagy délben, 10-kor szokott lenni a kapunyítás, hogy ezt mindig keverem, mert azt hiszem a Fekete Zajon van délben. Igen, hát régen mindig 10-kor volt, hát bízzunk benne, hogy most is akkor lesz, mert délben igen. Már pusztulatmeleg van. És akkor egy kör kezd az első formáció, hát nem irigylem őket. No. Hát ottak ugyanem lesz ott. Igen. Hát első nap egyébként, amit engem így megfog, ez nyilván a fél 5-kor a Darjáda. Hát mondjuk én kicsit szerintem korán lettek rakva, de oké. Okay. Hát igazából ami itt még érdekes lehet, ugye egyébként a Beneath the Void az utóbbi időben elég nagyot fut, ezt is berakták 3-ra. Az Arhaik 6-kor az már úgy elfogadható. És akkor olyan, hiszem Brazíliából van itt egy Death Metalunk, a Kürisan. És van itt egy Unearthing, ami metalcore, de igazából amit szerintem a nagy ágyú ezen a napon, az a Distraction és az Accept. Illetve Power Metalból is kapunk 2 faszát, egy Dynastit, meg egy Stormot, vagy Symfo Folk Power, hogy maradjuk a Pirate Metalnál, bár ez nem igazán túl sok mindent jelent, de akkor ilyen Power Folk Metalból esetleg így lehet mondani. Egyébként itt tényleg lett volna egy ütközés az Accept Distraction-on, ami eléggé, hát... fura volt, tekintve, hogy itt a közönség egy bizonyos rész, ez biztos átfed. De így ezt sikerült megoldani. Cserébe a Distraction és a Dynasty fog átfedni. Igen. De a Dynasty egyébként is átfedett volna valamivel, tehát azt nem ússzuk meg. Tehát muszáj választani. És ez is nagyon nagy probléma szerintem, hogy régen úgy volt, régi szép időkben, amúgy egy csomó zenekar van, ami sátorban van, és nem is értem, hogyha már 2 nagy színpadunk van. De én ezt úgy, én régen szerintem nagyon jó rendszer volt az, hogy csak 2 színpadra raktak külföldit, nagyon kevés kivételtől eltekintve, csak 2 színpadra raktak külföldit, és akkor ez miatt az volt, hogy mindig a külföldiek mentek vetésforgóban, és a külföldivel mindig csak magyar ütközött. Itt meg most az van, hogy mind a 3 színpadon mennek szimultán a külföldiek, és akkor a 2 nagy színpad az ugye, habár nem fed át, de a sátor az átfed legalább az egyikkel, ami szerintem nagyon szerencsétlen. Szerintem akkor itt vagy a kevesebb több elvét kellett volna alkalmazni, vagy legyen az, hogy hamarabb kezdenek a külföldiek, mert azt hiszem tavaly, vagy régen is voltam, hogy már ilyen 6-kor kezdett egy külföldi, itt meg már 8 gyakorlatilag a legkorábbi, hogy egy külföldi belekezd a húrok közé csap, egy-két kivételtől eltekintve, szóval szerintem ez nem a legjobb kompromisszum. Nekem ez ezért nem tetszik, mert nem tudod mindegyik külföldit megnézni. Tehát itt például nekem konkrétan válogatnom kell, hogy Distraction vagy Dynasty. Valószínűleg a Distraction fog nyerni, de igazából a Dynasty-t is megnézném, ha már ott vagyok. Hát lehet, hogy az utolsó egy számát meg tudod nézni. Igazából ugye én itt csináltam egy Excel fájlt, amit így nézegetünk a háttérben, de nem tudom, hogy meddig tartanak a koncertek. Mert ugye nincsen kiírva a weboldalon, csak az, hogy mikor kezdődik, és hogyha lyuk van mögött, vagy érezhetően lyuk van mögötte, mert nagyon nagy a kihagyás, akkor nyilván tartom, eddig tart, és általában úgy csináltam, hogy a magyar zenekarok 1 óra, kivéve a nagyszínpadosok főműsoridőben, illetve a külföldiek mindig 1:15. Hát egyébként, amit itt mindenképp célszerűen megnéz, az Accept és a Distraction, annál is inkább már, hogy nem mai rókákról van szó, és nem... Tehát ez, egy bizonyos idő után már kezdünk elérni abba az életkorba, hogy célszerű, ha itt járnak, megnézni őket. Azért a Distractionék még fiatalabbak, de jó, ők szeptéked, azért őket kell
fogadd el az ajánlatukat. Igen. No, és akkor áttekeredve a másnapra. Fú, hát és másnap lesz, az biztos. Hát igen, és 11-től már játszanak, hát nem irigylem a srácokat. Erről egyébként volt egy kis vitánk, hogy én nem igazán látom értelmét 11-kor bárkit is berakni, mert hogyha, tehát, hogyha van közönséged... Vitánk? Kivel? Hát én egyetértettem vele. Akkor nem vitánk, akkor beszéltük ezt. Hogyha kicsi zenekar vagy, akkor nyilván akkor, ha beraknak, akkor tök sem értelme nincs játszani, mert úgyse lesz közönséged, maximum a három spanod. Mondjuk lehet, hogy annyiból igen, hogy elmondhatod, hogy játszottál rockmaratonon. Viszont ha nagyobb formáció vagy, bár ezeket nem ide rakják, akkor sincs semmi értelme, nincs 11-kor játszani, mert akkor a közönséged meg velük szembe kibasszás. Tehát hogy én nem nagyon értem ezeket, tehát az ilyen 11 meg délben játszunk. Félreértés ne essék, ez Wakenen tök oké. Ahol tényleg a kis színpadon 11-kor is olyan zenekarok játszanak, akik nálunk jó formán headlinerek. Vagy ha nem is headlinerek, akkor nagy zenekarok előzenekarai. Tehát, hogy az ott megint más. De itt én is feleslegesnek érzem. Hát annos inkább, mert egyből egykor kezd az Atrox, ami szerintem az utóbbi időben elég nagyot futott, és én furán néztem, hogy egyre rakják be őket, de oké, okay. De mondjuk a Dying Wish is 2-kor jön, meg az Aggregator is 4. Jó, de az Dying Wish az... Hát jó, te nem szereted, de... Hát ez egy gyenge kifejezés. De az Aggregatort viszont igen. Hát meg Ingerseed 5-től itt már emberi időpontok jönnek, tehát ezeket már így nagyjából lehet érteni. És egyébként, ami nekem egy kicsit szívfájdalmam, azt hiszem itt van az, hogy igen, hogy az Igor és a Beast in Black az nagyban átfed. Engem mind a kettő érdekelne. De értem, hogy miért csinálták így, mert az a kettő közönség általában nem fedi egymást. De jelen esetben, az esetemben fedne. Tehát én azt egy kicsit megszoptam. Hát én az Igorról belenézek, és a Beast in Black-et meg végig tombolom, ez lesz a megoldás, mert engem az Igor igazából nem érdekel, csak így olyan szinten érdekel, hogy meg akarom nézni, hogy ez mi a franc. De a Beast in Black-et azt elejétől végig akarom tombolni, mert már nagyon régóta szeretem őket, igazából amikor az első album kijött, én akkor már hallgattam, a második az nagyon nagy szerelem volt, amikor az megjelent, akkor rengeteget hallgattam, és nagyon régóta meg akarom őket nézni, de még sohasem jött össze. Igen, illetve a következő számomra bánatos átfedés, az a Carcass és a 69 Eyes, és ezt is értem, hogy miért így rakták, mert ez is olyan, hogy így nem igazán kételedni a közös halmazban rajongónak, de hát itt vagyok én, rajongó. Én fogalmazunk úgy, hogy a Carcass az érdekelt volna, a 69 Eyes meg szeretem. Én könnyebb helyzetben vagyok, mert a 69 Eyes kifejezetten nem tetszett, úgyhogy... És a Carcass meg most emésztetted meg. Igen, és az meg jó lesz, az érdekel. Most komolyan a Cavalera meg az Amorphis is átfed. De az telibe. Tehát az konkrétan jaj, persze fiaim. Pontosan egyszerre kezd. És ott szerintem egyébként a közönségben van, határozottan van átfedés. Hát mondjuk egy The 69 Eyes Carcasshez képest. Igen. Hát itt majd nem tudom, feldobok egy érmét, ezt eldől melyikre hát megyek. Nekem a Morphis, hiába láttam már, imádom őket. Van is videónk a csatornán, amit én csináltam róluk. A Cavalera meg nem érdekelt, éppen amikor bejelentették, akkor kérdeztem a haveroktól, hogy akkor most igazából ez hogy működik, hogy akkor ők most játszanak mindent, amiben már zenéltek, és kiderült, hogy elvileg úgy van, hogy mindig tematikus cuccokat hoznak, és akkor most ilyen... Morbid Devastation Show néven van, ami ugye két korai Sepultura anyag, az igen. Egyik azt hiszem egy LP, vagy egy demo, a másik az meg egy nagy lemez. A Morbid Vision meg a... Amúgy az érdekelne, mert ott még ilyen Black-es cuccokat is csináltak, lehet, hogy ez nem az a lemez, de van nekik Black Metal lemezük is, ami szerintem tök jó, én ezt a groove-os trash-t, ezt... számomra mindig is felejthető volt. Nagyon, hogy szerintem hogy nagyjából ez a legátfedősebb nap, hogyha azt nem nézzük, hogy a buszorú és a Rúd átfed, de jó poént félretéve. Tehát, hogy szerintem ez a legkibaszósabb nap. Hú, nehéz lesz, fájó szívvel fogom kihagyni a Rúdot. Ezt majd másik nap, de mindegy. Hát, szerintem jöhet a szombat igazából. Jó. Na, mókoljunk át szombatra. Itt lesz tengeri püspök. Igen. Azt biztos vagyok benne, hogy a Just With Bennek a videója ihlette. Feltehetőleg igen. Meg amit néztem, ott is van, hogyha figyeled, hogy a játszani fog a Stress zenekar, mert azt így kell ejteni amúgy, de nem tudom, hogy miért 10 évvel van írva. Ezt tudja azért, mert 80-as években jött, és mindenki így értette, és akkor jó, Stress, akkor így értjük. Tehát, hogy nem értem, az egyik S az S, a másik S, mindegy, és a kép, amit közzétettek, nem találtam róla a rockmaratonon így semmit, de a kép, amit közzétettek, azon rajta van Bíró Ica. Hogy akkor ott lesz Bíró Ica, és együtt fognak zenélni? Itt is, mintha itt lenne, hát nem? Igen, ott van Bíró Ica.
Hogy ő is ott lesz, mert hogyha ő is ott lesz, akkor azt meg kell nézni. De nincs leírásban? Nincs róla, leírásban. Meg, elvileg megnéztem, de ugye ott csak így ömlesztve közzé tesznek 10 zenekart. Ja, igen. De ha valaki tud róla valamit, akkor kommentelje, hogy ott lesz a Bíróice. Nem azért, mert hogy annyira érdekelne, mert egyébként nem, csak hogy az ilyen kuriózum. Mert ugye ő kiadott két lemezt, Metalli, ő. Az egyiken, az egyiken a Pokolgép zenél, a másikon az Ossian. Még a dalok nem is lennének annyira, hogy mondjam, felejthetőek, de hát az az énekhang. Se autotune, se énektudás, és így, hogy egyik sincs, ez hallgatatlan. És az nagyon pörgött a 80-as években, ki nem találod miért, de... Csöcsök és seg, kurva élet. Hát de izé... De gondolom, hogy nem lesz ott egyébként, annak biztos, hogy lenne promója. Szerintem annyi, hogy tökön passz, ilyen hogy kiszedtek róla. Egy képet, igen, ilyen jó kép lesz volt róluk. Ja. Igen. Ha meg igen, akkor azt meg kell nézni. Hypocrisy vagy Evil Invaders? Nehéz kérdés, de szerintem Hypocrisy, mert az Evil Invaders-t már láttam. Egyetértek. Egyébként, amit még akartam mondani, hogy Annie, are you okay? És Annie's okay. Hát, ez biztos, hogy vagyok benne, hogy Michael Jackson referencia, egy német. Mi ez? Ez nem valami HC, vagy ilyesmi? De. Mi nem HC, bocsánat, metalcore, vagy mi? Valami olyasmi, hogy post-HC, úgy emlékszem. Ja, igen, akkor mégiscsak hardcore. Jó, hát mind a kettő műfaj közel áll a szívemhez, azért tudtam egyből rávágni. Mondjuk igen, az a HC az inkább, mint a metalcore. Irónia. Hát a metalcore-t azt sajnos nem nagyon vágjuk. Azért igyekeztünk megemlíteni egyet-kettőt, de ugye Excalibán például első napon, de megmondom őszintén, nem vágom. Tudom, hogy van egy Powerwolf feldolgozásuk, de csak ennyit tudok róluk. Igen. Egyébként nekem is Hypocrisy, mert azt még nem láttam, és rohadtul érdekelne, mert nagyon szeretem őket. Az Evil Invaders-t is nagyon szeretem, de azt már láttam, vagy kétszer. Ráadásul valószínűleg átfed a Priest-tel, vagy hát, ha nem, akkor eléggé rövid játékidőt kaptak. Szóval igazából nem volt teljesen igazam, amikor azt mondtam, hogy a Priest-tel semmi nem fedett, mert valószínűleg az Evil Invaders egy kicsit igen. Azt én is néztem, hogy mint hogy belelógna, de nem hiszem. Szerintem ott valahogy meg lesz oldva. Hát akkor rövidebb játékidőt kapnak, vagy fogalmam sincs, de minden esetre nagyon jó az Evil Invaders, tehát mivel láttam élőben, és nagyon adja. Csak ez hát... ilyen speed trash energiabomba. Egyébként én úgy csináltam volna, hogy simán beraktam volna a Priest elé a nagy színpadra, és akkor az jól megalapozta volna a hangulatot. Szerintem egyébként Halford papának még imponáltak is volna ők ezzel a 80-as évek vibe-bal. Hát ő mindent imád, ami metal, úgyhogy ja. Lehet. Na mindegy. És akkor a nagy ágyú. Júdás papja. Egyébként akit nagyon érdekel, az már lecsekkolhatja a setlist.fm, azt hiszem, ezt mindig elfelejtem. Na mindegy, a setlistes oldalon ott fönn van már a Judas Priest setlistje, amit remélhetőleg egyébként addig ki fogjuk adni az összes Judas Priest-et feldolgozó podcastünket. Én egyébként igyekszem úgy mindig albumonként mondani, hogy mi az a dal, ami feltehetően lesz majd. Ezt eddig is csináltam, és ezután is fogjuk. Minden esetre én rohadtul várom a Priest-et, és annál is inkább, mert ahogy néztem a jelenlegi setlistjüket, én nagyon szépen átfedi az életművet, bár egy ekkora zenekarnál, ennyi albumnál ez talán valamennyire elvárás is. Az új albumról azt hiszem 3 dal lesz. A kettő az biztos, az, hogy melyik az a kettő, az csekkoljátok a Judas Priest-et feldolgozó podcastünket, és akkor megtudjátok. Igazából most az utóbbi, mondhatom már, hogy hónapokban, ami majdhogy nem folyamatosan Judas Priest-et hallgatom, nagyon-nagyon megszerettem őket, tehát nekem ez rohadtul város lett. Előtte is valamennyire szerettem a Judas Priest-et, de annyira nagyon mélyen nem voltam elmélyülve benne. Neked milyen érzések kapcsolódnak a Judas Priest váráshoz? Én látni akarom, hogy a Halford kisikítja a Painkillert 72 évesen. Hogyha ezt láttam, akkor már nem éltem hiába, és boldogan halok meg. Arra amúgy én is kíváncsi leszek, hogy ezt hogy fogja hozni, bár... Én néztem olyan felvételt, ami most márciusi, és hozza. Én is nézegettem, de nekem ott annyira nem jött át, bár igaz, csak beletekergettem. Bár egyébként Danny Field is meglepett a Cradle of Field koncertem, azt hittem, hogy nem fogja tudni így 50 évesen hozni az is nagyon extrém az a vokál, de simá hozza. Hát itt Halford pap, akkor 72-n valami 70-re tippeltem. 72. Na, hát annál is inkább kötelező mindenkinek megnézni, mert könnyen lehet, hogy ez az egyik utolsó Judas Priest, amit itt meg tud nézni Magyarországon. Nem akarok semmi jónak elrontója lenni, de a 72 az 72. No, és akkor a másik nagy ágyú számomra két legfontosabb zenekar egymás után lesz, tehát ott muszáj az ilyen, nem tudom,
nem mondok illegális dolgokat, de mondjuk nagyon sok kávét innom aznap, vagy valami, hogy fennmaradjak. Mert ugye a Munszoró jön ezután. Vagy a Ród. Ród vagy Munszoró? Munszoró. Oké. Okay. A fint nem tudom gyakorolni bármikor, a magyart igen. No, hát arról, hogy ők mit fognak játszani, lövésem nincs, mert próbáltam megfejtegetni korábbi setlisteket, de kb. Évente adnak egy-két koncertet, és ilyen rohadtul változó, hogy milyeneket. Hát én abban bízom, hogy inkább nem az utolsó albumokra építenek, hanem egy ilyen életműven átívelő. Az nehéz lesz, az nem fér bele egy setlistbe. Attól függ, milyen mennyit játszanak, de mondjuk egy Sankaritániát, azt hiszem így ejtik. Sankaritáriná szerintem, az, de... Azt tökre el tudnék fogadni, vagy a másik Sankarihuata. Sankarihuata. Azt is el tudnám fogadni, vagy Paknajuklát. Raunioilla, amit még én sem tudok kiejteni. De amúgy, ami biztos lesz a Kivenkantájám, azt mindig játszák mindenhol. Vagy a Jumaltenkaupunki, azt is adnám. Ja, na mindegy, én nagyon bízom benne, hogy lesznek ilyen slágeres számok, nem slágeres számok, de úgy mondom, ilyen közönségkedvencek, úgy mondom. Nem csak az, hogy eljátszák mondjuk a Mimis Brumt, ami önmagában 20 perc, és... Ami egyébként egy rohadt jó dolt, ezt eljátszhatják. Igen. Hát, ja. Na mindegy. Én egyébként vagy a Kárhunk Ünszit, vagy a Jotunheimet szeretném élőben egyszer hallani, hogyha már hosszú dalokat lehet kívánni. Egyébként a Munszorónál nem annyira könnyű rövid dal. Vagy vannak rövid dalaik is. Az első három lemezen vannak még egyébként. Még a Túlkapa eljáttal kezdhetnék. De egyébként a régiek ezt annyira nem veszik elő, biztos lesz egy pár. De egyébként igen, egy-két szánk. Egyébként szánkáz lehetne, ugye? Az egyébként harcos jelent, de hogy a... Még annyi, hogy az én nagy kívánságom az, hogy külön pásztát játsszák, de azt nem fogják, mert azt néztem már évek óta nem játsszák. Meg lehet, hogy most előveszik. Hát nagyon jó lenne, mert az a legjobb daluk. Na mindegy, most szerintem ennyi elég a Munszoróról. Én még egy dolgot ide kötnék, az az, hogy most az figyelhető meg, hogy az utolsó vasárnapot, amiről mindjárt beszélünk, leszámítva minden este egy tribute zenekar fogja zárni a napot, lesz itt Hollywood Rose, aminek igazából már vannak saját cuccai, meg lesz ABCD, ami ki nem talált, hogy mit tribute-ol, és lesz Zoral, ami igazából nem is tribute zenekar, de igazából mégis, de fejes, ugye, nagyon imádja. Az ABCD az éppen tribute-olhatná azt a... Fú, milyen gore grind volt az? Fú, az ilyen... Amikor csináltam a gore grindos műsort, volt egy nagyon hülye gore grind stílus, és abban volt egy hasonló nevű, szóval azt is. Nem is gore grind, grindcore, bocs. Tehát olyan nagyon speckó grindcore-t is dolgoz fel, tehát azt is játszhatnának ezzel a névvel, mert van egy ugyanilyen grindcore nevű zenekar. Vagy ugyanilyen nevű grindcore zenekar. Aha, hát és, jó. És a napot ugye a Zora zárja, a csatorna nagy kedvence. Hát erről beszéltem. Igen, csak ide visszakötök. A koncerten továbbra is nagyon jó. Igen, biztosan. Én még egyébként nem láttam őket, lehet, hogy nem hánynék sikítva, csak fosnék inkább. Na mindegy, ne haragudjon az, aki szereti az Orát, én utálom, mint a szart. De haragudhat, de fölösleges. Így van, szeressük egymást. No, és akkor tekeredjünk át az utolsó napra. Kb. Az egyetlen nu metal formáció, amit így ismerek is, az a Popocup, vagy ez inkább ilyen funk valami, és az is 11-kor kezd. Nem, amiket láttam őket, melyik Szegeden és egész baba cuccot toltak. 11-kor hódzijára, hogy nem fogok megnézni semmit, max kajálni. Egyébként délben lesz a Malediction, a csórikámék elcserélték egy másik zenekarral, a helyettük játszanak fel, nem túl hajálás feladat délben játszani. Ez van. Na és akkor átadom Kristófnak a szót, mert ez lövésem nincs, hogy ez mi ez, ami itt 6-kor fog játszani a metal.hu aréna színpadán. Ja, ez a, úgy van fent a weboldalon, hogy SCHC30 apostróf, zárójel kinyit, LY plusz SFF, zárójel bezár. Ez azt jelenti, ez egy betűszavak, Savaria Colonia Hardcore, semmit nem találtam róla, azt leszámítva, hogy van egy ilyen rendezvény Szombathelyen, ami egy ilyen HC Punk Ska rendezvény, és elvileg ez kettő zenekart takar, az LY az a Liberal Youth, és az SFF, az pedig a Social Free Face. Na már most ez két HC Punk banda, most nem tudom, ezek így milyen össznépi jamborit fognak tartani a színpadon, vagy passz, igazából nem tudom. Engem az érdekelne ki a franc, az a Juhász Marci, és miért van egy ilyen nagyon föltűnően színre, vagy esetleg fekete zajra való nevű ember a rockmaraton föllépői között, de bizonyára az én szegénységi bizonyítványom ez. De hát úgy tűnik, hogy lesznek meglepetések. Lehet, hogy elfért volna bármelyik helyett egy külfingár vagy egy rumproof, de ez legyen a mi bajunk.
Így van. És ugye ez az a tematikus nap, amikor a HC és a Black Metal úgy nagyjából megfél egymás mellett. És ez egy tematikus nap. Ez normálisan össze van rakva a többihez képest. Nem tudom, és amúgy ezt is tették közzé legelőször, mert ugye itt nagyon gyorsan a többihez képest hamar lezárult a setlistnek az összeállítása. Igazából lesznek azért magyar nagy kedvencek, Moby Dick Sing. Hát hogy mondjam, tehát nagyon jó. Egy Rudán Joe életmű koncert, amiből amúgy is szokott lenni, azt szerintem, hogy mondjam, tehát az olyan, mint hogyha Mozartot hasonlítanánk össze a GSV-vel. Tehát, egyébként nem tudom, figyelted, hogy a Pokolgép kétszer is fel fog lépni a fesztiválon. Igen, mert lesz Totális Metal és Pokolgép, új énekessel. Na mind, jó, de ott legalább normális zene van, tehát nem Halál a Májra és egyéb hasonló ökörségek. Na mindegy, ez legyen az én bajom. De magyar kedvencek Lord Ossian, Bokolgép, előtte Moby Dick is lesz, és egyébként utána Black Orba szájba nekem. Utána ezzel párhuzamosan. Hát igen, párhuzamosan, igen. Black nekem és Hardcore Punk másoknak. De egyébként ezt elég jól összepakolták. Ez nekem nagyon pusztító lesz ezen a Bornholm is érdekel, a Sirbis is érdekel, a Rotting Christ is érdekel, a Marduk is érdekel, az Uada is érdekel, és mi zárja a fesztivált? Az egész rockmaraton az Akela előzenekara megint. Így van. Ez mikor volt? Még 19-ben? 18-ban. 19-ben tudod, hogy minek volt az előzenekara? Rotor. A Rotor. Ja, igen, 18 volt az Akela. Nem tudom elönteni, melyik a jobb. Igen. Ez komolyan vehetőbb, az még poénabb. Fú, ezt én nem tudom, hogy fogom kibírni ezt a napot, de valószínűleg úgy, hogy néha elmegyek így leülni, vagy a bánat tudja rá, de ez pont a legutolsó nap. Hát nem vagyok már fiatal srácok. No, és akkor így kb. Így a fesztivál végére is értünk. Amiről nem volt szó egyébként, az a sátrazósdi, amiről azért nem beszéltünk, mert hát azon kívül, hogy így szedegettünk információkat a kommentekből, mert ugye ott szoktak kérdezgetni egy-egy hír alatt emberkék, és egyébként az a Rock Marathon dicséretével reválják, ahogy tudnak, válaszolnak. Ezt egyébként régen is így csináltak most is. És amit, ahogy én kiszűrtem, ez nagyjából úgy lesz ez a sátrazósdi, hogy tök mindegy, hogy sátrazol, nem az lesz, mint az Orfűn, ami borzalmas rendszer, hogy kapsz ilyen kis plac jegyet, és akkor oda azt kell így keresgélned, hanem oda sátrazik mindenki mindenhova, ahol akar, csak annyi, hogy regisztrálj előtte, és akkor kap sátorjegyet. Ennyi. És ez azért kell nekik, hogy most ne a fél fesztivált alakítsák át, hanem vagy pont az, hogy átalakítják a fél fesztivált, ez közben kurvára nem kellett volna. Tehát, hogy így nagyjából meglegyen, hogy mekkora hely kell a sátrazáshoz. Amit szerintem nem hülyeség, tehát ez így érthető. Hát én azért félek, hogy ez mennyire lesz jól kivitelezhető, de legalább nem kérnek érte pénzt. Úgyhogy... Hát legalábbis ugye először az volt a mondás, hogy lehet, hogy lesz csak ilyen minimális összeg, aztán az volt, hogy nem fogunk érte pénzt kérni, szóval hiszem, ha látom. De én bízom benne, hogy nem fognak pénzt kérni. Szerintem egy nagy összegzésként a Rock Marathonra, hogy mit várok. Jaj, miért Borsodi nagy... Jó, mindegy. Oké? Okay. Igen, ezt én is akartam, hogy Borsodi nagy színpad, hát nem lehetne inkább Dréher? Vagy esetleg Soproni? Na jó. Igen. Tehát én amúgy nem értem, hogy a Borsodi hogy tud ennyi mindent szponzorálni, mikor annyira szarsör, mint az állat. De és most már nincsen kérdezett... benne kukorica egyébként, most már jobb. Ennek örülök. De én voltam legény búcsú a Miskolcon. Mit ittunk? Miskolcon, ugye? És én elkezdtem szidni, és csak néztek rám. És mondom, ó, ember, hát Miskolcon vagyunk. Nem, egyébként a Borsodi az utóbbi időben már egész iható, bár még szerintem továbbra is ilyen vízízű szar. Na mindegy. De azt is megértem, hogy pénzből kell csinálni a fesztivált, hogy a Borsodi szponzorálja őket, a Borsodi szponzorálja őket, leszarom. Most srácok, csak így megakadt a szemem most így, hogy ezt eddig nem is ejtettünk szót, hogy egyébként ki szponzorálja a fesztivált. Már Kristóf ez említette. Na, hogy milyen elvárásaim vannak, én egyébként bizakodó vagyok, tökre új, tehát nehéz újraindítani a fesztivált, és én abba bízok, hogyha sikeres lesz a következő, ez még jobb lesz. És nekem egyébként, én 2006 óta járok rockmaratonra, és ilyen 3-4-et, ha kihagytam, tehát most nem akarok fasságot mondani, de lehet, hogy már voltam vagy 10-en, vagy 10 pluszon, és nekem mindig ez ilyen kötelező. A matek kiadja, tehát. Igen. Tehát nekem ez mindig kötelező, tehát hogy mondjam, ilyen nyári program volt, én imádom őket, és egyébként a társaság nagy része is azért vette meg így instant a jegyet, mert hogy tök mindegy, mi rockmaraton megyünk, nem mindenkire volt ez igaz. Az egyébként nekem annyira nem gyere be, hogy az a marketing. Értem, hogy azért marketingelték, hogy vegyetek minél többen jegyet, de én nem szeretem, ha kicsit átbasznak, és egy kicsit úgy érzem magamat, hogy minden idők legnagyobb rockmaratonja, vaj, de olyan jó lesz, mint a mit tudom én, Novarok, vagy a fasz tudja mi. Hát nem. Nem olyan. De én tök megértem, hogy ez ilyen közép fesztiválnak tök jó. Van honnan felépülni.
A régi rockmaraton sem egyik évről a másikra építették fel, szóval én bizakodó vagyok, szeretem a rockmaratont, és hogyha a korábbiakat hozzák, akár hangulatra, akkor igazából a fellépők, meg a fellépőkkel sincs baj, szóval szerintem ez tök oké. Igazából nekem is hasonló a véleményem. Én bízom benne, hogy azokat a problémákat, amiket mondtam, azokra vagy rácáfolnak idén, ugye amire lehet, ami pedig olyan, hogy a zenekaroknak az összepakolásával a setlist, vagy hát inkább úgy mondom, hogy a fellépő sor fölépítésével kapcsolatos, azt meg remélem, hogy jövőre egy kicsit megmókolják, mert jók a tematikus napok. Jók. Tehát a tematikus napok szerintem azok nem csak azért jók a tematikus napok, mert a paraszt, akit csak a black metal érdekel, elbír menni csak a black metal napra, mondjuk az pont igen, de nagyon sok szempontból jobb. Tehát az ott lévő emberek szempontjából is jobb, hogy na most power metal nap van, na most gothic metal nap van. Egyébként gothic sincs annyira nagyon sok. Nincs. Egyébként amit még érzek az egészben, ez egy kicsit ilyen patchwork, aminek lehet, hogy ahhoz van köze, hogy itt szeptemberben jöttek be az, hogy egyáltalán legyen. Mert nyilván, hogyha be van járatva egy fesztivál évről évre, akkor hogyha jönnek is rá ez a fellépők, azokkal úgy le lehet sefteni, hogy jó, kurva volt a koncert, meg tök jó fejek, pár év múlva is gyertek, stb. És ez kicsit tényleg egy kicsit olyan volt, hogy akit tudunk, és tehát ugye nagyon kompromisszumos lett az egész, szerintem. De ebbe bízzunk, és nem csak az, hogy szándékosan ilyen. Nem, szerintem én ezt nem hiszem, mert tényleg ahol próbálták összehozni a tematikus napot, ott sikerült is. Szóval szerintem ez tényleg csak azért lett ilyen patchwork, mert hogy hát így sikerült, srácok. És később, mikor meg lesz a rutin, be lesz járatva, nem az lesz, hogy előző év végén találjuk ki, hogy jövő év közepén fesztivál lesz, akkor szerintem ott ezek már jobban fognak menni. Én is ebben bízom. Igazából összességében most nagyon sok csúnya meg rossz dolgot is elmondtunk, de igazából szerintem ez egy igenis jó felhozatal, és én várom. Én is. Úgyhogy srácok, ennyi volt már a Metal Sziget. Ha tetszett nektek a podcast, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Ha van véleményetek az elhangzottakkal kapcsolatban, akár egyetértőleg, akár nem, azt nyugodtan kommenteljétek. Írjátok meg, hogy várjátok, nem várjátok, jöttök, nem jöttök, mi érdekel, mi nem érdekel, miben bíztok, hogy nem úgy lesz. Megérzések, jók, rosszak, bármi. Így van, Instagramon is elérhetők vagyunk, Facebookon is, ott tudtok nekünk hosszabb szöveget is írni. Hasonló tartalmakkal jövünk a közeljövőben is. Illetve legalább a Priest sorozattal, ha mással nem is. Így van, illetve május 4-én lesz egy előadásunk Vásárhelyen. Aki épp arra jár, és amúgy érdekli a Dél-Alföld metal története, akkor egy ilyen 45 perces előadásunkat így élőben is becsekkolhatja. Hát, ha nem csak öreg nénik lesznek, hogy a Vásárhelyi könyvtárba, a Német László könyvtárba. Ez május 4-én 10 óra 30-kor lesz, ha jól rémlik, 10 óra 30. Hát a mi előadásunk, igen. Igen. Egyébként meg a többi előadás is kurva jó lesz, ott lesz Plesi, alias Pleskonics András, aki a Szegedi Egyetemre jár, annak eléggé ismerős lehet már lassan év, sőt nem lassan, tehát hogy évtizedes viszonylatban tanítja a rocktörit, kurva jók az előadásai, arra is mindenképp gyertek el. Lesz még a Szegedi Rockklubnak ilyen kis helytörténeti része, és a felszervező fog a Vörös Görényekről, ami az egyik első magyarországi punk banda, egy tök érdekes előadást tartani. Amúgy engem ez kifejezetten érdekel, mert én róluk nem annyira hallottam, de egy kicsit utána olvasva, tényleg ez egy legkevésbé feltárt ilyen ős magyar punk. Korábban volt, mint a CPG, sőt a CPG tagok meg jártak ilyen koncertre is. Szóval mindenképpen érdekes lesz, gyertek el. És ha más nem, Lowlanden találkozunk legközelebb, mert ugye az előbb lesz, mint a Rockmaraton, illetve a Rockmaratonon is. Úgyhogy én Fejes voltam a Metal Szigettől, hallgassatok sok metált, készüljetek Rockmaratonra, és itt volt velem Kristóf. Sziasztok! Sziasztok!